A videót a Diablo Chairs támogatta. Részletek a leírásban. Szép jó napot kívánok! Hello, hello, cső mindenkinek is! Ja. Ha itt vagy? Te megijesztettél, bazeg. Hello! Na, akkor kell nekem egy gázmaszk. MP5-öt mondott a ficsúr. Úgyhogy veszünk föl egy MP5-öt. Milyen tár kell hozzá? Mesterlövésztár, pisztolytár, gépfegyvertár? Meg a metet vedd be. Jó, hát jó. Mennyit vegyek be? Ha viszünk kettőt, abból baj nem lehet. Sonkás szendvics, hát figyelj, úgyse látja senki, úgyhogy azért egy kólát, igen. Meg mit tudom én, egy gépfegyvertárat, az olyan jól hangzik. Bár az lehet, hogy jó lesz. Tehát akkor be fogunk menni ketten, a sniper fog minket fedezni. Nekem addig fedeznem kell a Viktort, ameddig kinyitja. Ha elbassza, akkor be fog riasztani. Oké, illetve egy másik ajtót is ki kell majd fúrni, és lesz egy perc holt időnk. Értettem, főnök, minden világos. Ha valaki meghal a családjáról, az élők gondoskodnak. Nekem nagy a családom. Kivéve Hookerről, mert ő egy magányos geci. Egyébként ez tök jó azért, megtervezzük itt a dolgokat. Az mindenki pozitívum. Legalább tudja, hogy mit csinálunk. Úgy sem mentem még helikopterre. Figyelj, nekem várj, nem jó. Van gond. Nekem tériszonyom van, tesó. Az gond. Nem tudok beszállni a helikopterbe. Nem bírom a magasságot. Azt mondja, most ki kell bírnod. Sokkal jó. Azt mondja, add egy csatot a hajamba. Okay. Jól néz ki ez a Merci egyébként. Mondjuk nem ebbe a kék színbe választottam volna. Ha megenged a tulajdonos egy mondatot, nem szép ez a kék szín. Hát csak nem foglak megölni, szerintem egyébként ki fog őket idegelni, vagy elérzésem. Ezt fogjuk pakolni majd, aha, hűha. Remek. Mondom én, hogy itt van a számlám. Aha. Képbe vagyok. Ismerem a bankot, hát ide járok mindig pénzt kivenni. Mondjuk mostanában, majdnem azt mondom, hogy berakni, de mostanában csak általában kiveszek pénzt, nem pedig berakok. Céni, kihez megy? Úrunk van? Nálam nincs. Azt mondja, én csak fényrédet hoztam. Hát, kellene fog egy fúró is. Az elmaradt. Ja, hogy onnan? Aha. Jó van. Van neki a báján. Várj, a pisztolyt elő kéne vennem, mi? Semmi gond, még egyben vagyok. Itt egy kicsit részeg vagyok, de a kedvem jobb, és ez a lényeg. Mert a józanság is tiszta méreg. Ja, hogy itt be kell menni az ala izén. Csak ezzel mi van, ez kitöröm vagy? Baszki, ne legyél izé. Szóval, hogy mentetek át rajta, Getz? Hallod, hogy mentek ezek át rajta? De várjál már, hát ott nekem rács van! Hogy a faszomba? Ne legyél, geci! Mit kell itt nekem csinálni? Kösz! Jó fej vagy, köszi. Milyen erős a lábad? Oda a fal mögé? Hova? Ide? Nincs itt valami kú, vagy valami, amivel be tudok ki... Itt jó. 50 csillagot rakok rá, hogy te valószínűleg először vagy elkapdál. Legyen 150. Fedezzétek. Mit? Ja, hogy itt ilyen is van. Menj már.
Én innen fedezlek, öcskös. Ah, megy a fúró. Egyébként azért az... A grafika oké, rendben van, de maga az elképzelés, meg maga a bankrablásnak a menete szerintem azért összetettebb talán, mint mondjuk egy GTA 5-ben. Ez jó ötlet, hogy ilyen csapatot kell kreálni, ezt tetszik? Ezt tetszik. Ha bemegyek, gyere, kövesd a futok, fuss, oké. Akkor én felgondolom a málhás zsákot. Oké, és jaj, mit kell csináljak? Ide beállok? Jó! Azt nem mondtátok, hogy ilyenek vannak, Di? Le, balra, fel. Jön a zsaru. Nagyon kemény! Na, rögtön kicsit lehet kevés lesz a zsé. De én csinálom. Oké. Okay. Ebből a szépből az összes pénzt elvitték, jó. És akkor most mi van? Úgy valaki... Merre menjek, bazeg? Menj előre, bácsika! Mi a fasz? Ne szarjál be, itt vagyok, menjé! Mit lehet még zsaru? Köszönöm! Na, már csak az a kérdés, ebből mennyi van? Azt mondja, jó neked. Na jó, hát figyelj, 3-at lőttem ki szerintem, az igen. Oké. Okay. Hát figyelj, nekünk ez így baromi kényelmes volt, mert elmentünk, oda mentünk, kicsörögtünk, a srácok megoldották. Mint a repkedett volna ott valami helikopter egyébként. Aha, PD heli. Ja, az gond. De ne basszam át, kimelyek, ezt lelövöm mindet. Ide kéne jönni, a szét kéne őket kapálni. Anyád, mennyi rendőr van, mi a fal? Illetve, urak... A másik fele a pénznek nem mehetne... A gyerek tevére? Még... Csetszopó. Kecsi, ne haragudjatok, de mi a fasz? Az egy rendőr. Ráverjem a fegyvert? A
Faszta! Na várjál, várjál, beszólok neki. Nem megy az autó? Azaz, doljad neki! Én is hadd lőjek! Lőjél! Mire, mire kell lőni? Van még itt rendőr? Halálok AK fejlődés. Hőha. Gyere, szállj be. Ha mind, ne siessetek. Mindig siettek. Hát most már lehet, hogy nem fognak piket szeretni a rendőrök. Jobb hátsót lehúzom. Lehúztam. Várjál, valamit meg beizöltök. A peressel lehet üvölteni, ugye? Arra még jól emlékszem. Az nem direkt volt! Húttam én, nem én voltam! Azaz, toljad neki! Toljad neki, ne szarjál be! Nyomjad! Mi kéne szállni ezt lelőni a picsába? Atyai! Az gond? Meghaltunk, gyerekek. Ugye nem fognak elkapni? Érkezés Zsé, nagyon jó. Felszólítom az előtte maradó gépjármű sofőrét, a következő utasításig húzódjon le. Amíg nem lövünk, ők se fognak. Na, az jó hír. Az mi volt? Jó gyorsak. Hogy? Azért megy ez a szar. Hát meghaltunk. Lehet, hogy jobb is volt, ha nem követtek minket, nem? Bejött a szemünk. Most nem tudom, most nem tudok vele foglalkozni, majd lejjebb teszem, igen. Van pisztolyom, abban ki tudok lőni, nem? Kicsúszott fasz. Hallod? Mennyi? Így meghaltunk. Hát az ennyi volt az egy. Ez K.O. Lehet, hogy ezért addig lehet menni, amíg a... Van, én haltam. Nem, még nem haltam. Nem haltam még meg.
nem pisztolyát? Nem tudok már szorogni, vagy valami? Hát meghaltunk, gyerekek. Na, és? És túléltem! Hát persze, hogy én élem túl! Bármiféle irat van magán? Nincsen. Ez esetben új lenyomatot fogunk venni, be kell azonosítanom. Most mondtam! Yushuminato vagyok, uram. Nézzel utána. Felem lehet maga Batman is, hogyha nem tudja igazolni. Hát, annak. Ott a gép. Ott a gépe megnézi. És timmel le a képen. Én állok, jó? Ha megengedi. Köszönöm. Köszönöm. Maga egy úr. Elkapott három ember. Az egyik utcánál, és ki akartak rabolni. Aztán betettek egy kocsiba, és elvittek egy távoli helyre. Majd az egyik úr beszólt valamit a rendőröknek, és a rendőrség üldözni kezdte az autót. Ezek után a fejemhez szorították a fegyvert, és a kezembe adtak egy másikat, mert az volt a tervük, hogy megállunk, és lelövik a rendőröket. Ez nem sikerült. Én természetesen nem lőttem. Nagyjából ez történt. A fegyvert az autóban adták. Ha nem fogadom el, megöltek volna. Ha jól értesültem, akkor maga egy gépfegyvert tartott a rendőrökre. Nem tartottam, nem igaz. Nem tartottam rá, csak nálam volt. Ott állt előttem a rendőr, nem is lőttem. Viszont egyelőre megtalálható a testkamera, de az elmondható a szolgálatról. Nagyon jó. Nagyon jó, akkor meg is tudja nézni. Ártatlan vagyok. A fegyőr pedig elég erőteljesen tartotta a rendőrt iszre. Hát, megijedtem. Akkor bevallom. Dehogy. Használni se tudom. Jaj. Használni sem tudom. Szóval akkor nem ismeri a támadóit remek. Nem. Nem ismerem őket. Meg tudom mondani, hogy hol voltak-e? A banktól egy utcára, amikor megszólalt a riasztó. Tehát miféle riasztó? Hát nem tudom, uram. Sípolt a bank. Talán közel a bankrobásod? Nem hiszem, mert amikor megszólalt, engem akkor vittek el. Szóval maximum akkor, ha kinti egység vagy valami. Viszont a kérdés még akkor is fent áll, amikor kiszálltak az autóból. Igen. És tüzet nyitottak a rendőrgel, akkor magam miért nem adta meg magát? Hát megadtam. Hát mondták, hogy pad ki, vagy szétlövöm a fejed, te geci. Illegális fegyver birtoklásért 25 000 dollár, bűnrészességgel 20 000. Rendben. Még így is 40 000 pluszba jöttem ki a boltra, vagy a bankraulásnál. 45 000 dollár lesz emelet, 200 nap fegyház letöltött idő. Rendben. Nyitja az ajtót, átadja a fegyőröknek. Ó! Aha! És tényleg, akkor így visszaszámol. Na most remélem, hogy jól éreztétek magatokat.
Holnap pedig találkozunk a megszokott időben. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, én is voltam. Sziasztok! Holnap tali 11-kor, csak.